gyönyörű kora őszi nap volt, napsugaras pillanat, amely aztán egy életre szólt. 1957. szeptember 11-én, 52 évvel ezelőtt lépte át először színházának küszöbét az a művész, akit most köszönhetünk. Világszerte ritkaságnak számít, Magyarországon minden bizonnyal egyedülálló, hogy valaki ilyen hosszú időn át hűséges maradjon színházához, városához. Korán kicsi gyerekként fedezték fel zenei tehetségét. Már 4 évesen egyházi kórusban énekelt. 20 évesen a budapesti Honvéd Művész Együttes basszistája volt. Aztán színésznek szerződött Debrecenbe, a Csokonai Színházhoz. Ám alig 2 év múlva már ugyanott az operatársulat szólistájaként lépett színpadra. Csak néhány szerep a kedvencek közül, amelyekkel körbeénekelte Európát, de vendégszerepelt Kínában és az amerikai kontinensen is. Sarastro, Ozmin, Fülöp király, Mephisto és a kék szakálló. És még egy szerep, amellyel szintén rekorder. Donizetti Vivát Mama című operájának híres basszus hangra írt női címszerepét ezidáig egyedül ő énekelte Magyarországon. Hölgyeim és uraim, 2009-ben a Halhatatlanok Társulatának tagja lett, és a Kashmir Gold külön díját kapja, Tréfás György, operaénekes. A basszus szerepek premierje évtizedeken át az önnevéhez fűződött Debrecenben, mégsem volt soha senki az irigye vagy a rossz akarója, és egyáltalán ennyi évtized során tudomásom szerint senkivel nem került rossz kapcsolatba. Meg kell kérdeznem, hogy hogy csinálta, hogy csinálja ezt? Hát én azt hiszem, hogy én szerettem a kollégáimat, állítólag ők is szerettek benne engem, és hát gondolom, hogy talán ez lehet a dolgok nyitja. Mielőtt operaénekes lett, jó néhány prózai szerepet is eljátszott, nem véletlen tehát, hogy a színészi alakításait is rendre elismerik. Egyébként is tudom, hogy nagyon nagy részletességgel, aprólékossággal készül fel a szerepeire. Mi ez? Fegyelem? Kötelességtudat? Netán szerelem? Nem. Imádom a színpadot. És volt egy kiváló direktorom nekem, aki rendezett is engem, Szendrő József. Ő volt az, aki engem lényegében igazából fölfedezett, mert mint prózai színész is dolgoztam, és aztán egyszer csak rámosztották a legnagyobb szerepeket, a basszus szerepeket, és akkor bejött hozzám az ötödőbe, azt mondja, Tréfás, magának hónaptól fő van emelve a fizetése 300 forinttal, ott már magánénekes lesz. Mondom, köszönöm igazgató úr, hát ennek igazán örülök. Hölgyeim és uraim, Tréfás György, örökös tag. Háztól fürjérben házik, óhatatlan, óhatatlan fülbe mászik, agyvelőbe fészkelődik, menthetetlen, menthetetlen, menthetetlen benne reszk. Menthetetlen.
és hogy szájból kireppen, adják, hordják egyre többen, félítsége egyre csökken, erre szökken, arra szökken, s hogyha bázó bódi derő, mint vihar kezén az erdő, hogy szülőd és megreszkedted, néha reppen látod, néha bemben lenned, harcsukára nincs betárni, tartod, dörgyörg a szörnyű szár. Olyat robban, mint egy ágyú, olyat robban, mint egy ágyú. Irgalmatlan végi télet, 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 mindent végül látva fel. Rákalomnak tárgya rontját felcsigázva. Szörnyed össze-vissza törve belegélen úszul el. Ó, jaj, és a rákalomnak tárgya rontját játéve elcsigázva, szörnyen össze-vissza törve pellengélen pusztul el. Szörnyen össze-vissza törve pellengélen pusztul el. Szörnyen össze-vissza törve pellengélen pusztul el. Úgy pusztul.